Január 19-én nyílt meg Eifert János Balogh Rudolf díjas fotóművész önálló kiállítása a Klauzálház Vénemir galériájában. A tárlat az Egyensúlyozás a képzelet és a valóság peremén címet kapta, ezzel is kifejezve a fotózás sokszínűségét. Az a téves elképzelés él már, nem tudom, lassan 200 éves lesz a fotográfia, hogy a fényképezés, mert hogy géppel készül és objektívvel, hát az a világ valóságának a legtökéletesebb visszaadója. Na most tudjuk, hogy jól esik nekünk, hogy ilyen fontosnak gondolják a fényképezés sokan, de egyáltalán nem így van. A fényképezőgéppel bármennyire is azt hiszik, hogy tárgyilagos lehet lopni, csalni, erőszakoskodni, gúnyolódni, és lehet nagyon tisztességesen, empatikusan embereket, eseményeket megörökíteni. A művész, a fotoriporter karaktere, ízlése, tudása, erkölcsi, igazságérzete dönti el, hogy kiből mit hozunk ki. A kiállítás Cimbad Gyula fotóművész nyitotta meg, majd a több ezer kiállításon és több száz díjat elnyert művek között a művész rögtönzött tárlatvezetést. Figyelek arra, hogy legalább fölkeltsem az érdeklődést a témám iránt. És hogyha az ember már eléri azt, hogy legalább 4 másodpercig figyeljenek egy képre, és akkor szoktam figyelni az embereket. Bemegy, mint a műcsarnok nagy teremű középpen, és akkor úgy körbenéz, és lát egy képet, és akkor ott megáll. És ha 4 másodperc tovább tartózkodik a kép mellett, és még közelebb is megy, akkor elindul egy képzelt párbeszéd a mű és a befogadó között. És akkor én is felfedezem, hogy a látott kép mögött akár még egy második, egy harmadik réteg kép is létezhet, és akkor valójában sok esetben, mint a filmeknél, irodalmi műveknél is, hogy a nézőre vagy az olvasóra bízza az alkotó, hogy hogyan értelmezze. Meg kell találni a hangot, a kapcsolatot a befogadóval, és még egy nagyon fontos dolog, hogy vannak szabályok, meg tapasztalatok, hogy akár a kép kompozícióját illetően, de hiába a szabályok szerint, vagy a lexikon címszava szerint, ugye 50 évvel a címszó úgy szólt, hogy jó fénykép az éles, színhelyes, tónushelyes és kiegyenlített kompozíciójú. Na most, hogyha ma valaki így fényképez, akkor a világ legunalmasabb képét készítheti. Hiába tökéletes technikailag minden, meg kell, hogy szólítsa a jó kép az embereket. A kiállítás megtekinthető március 4-éig.